Amikor felüti a fejét egy járvány, azonnal azok kerülnek a legnagyobb veszélybe, akik vállalják a betegek gyógyítását. Az új koronavírus létét egy Wuhanban praktizáló orvos jelentette. Mi lett az ő sorsa? Ez egy szomorú decemberi eset. Egy körülbelül úgy emlékszem, hogy 50 év körüli, tehát fiatal orvosról van szó, aki észlelte, hogy tüdőgyulladást okozó vírus terjed a betegei között, és ezt ő jelentette. Válaszul eltiltották, és megbüntették, hogy ne keltsen pánikot, ő kezelte tovább a betegeit, aminek következtében ő is elkapta a fertőzést, és így ő lett az első orvos áldozata ennek a járványnak. Később a holni hatóságok bocsánatot kértek. Mit vállalnak fel az orvosok nap, mint nap? Két felé bontanám a vállalás kérdését. Az egyik az, hogy vállalják azt, hogy a saját életüket is kockára teszik, mert bármennyire is védekeznek, nagy valószínűséggel elkaphatják a fertőzést. Körülbelül az egészség dolgozók orvosok átlagosan 13-20%-a kapja el a fertőzést, és itt a halálozási arány is sajnos elég magas. Ne feledkezzünk meg még egy szolgálatról, a lelki szolgálatról. Olaszországban nagyon sok pap is meghalt, akik vállalták, hogy a betegeket utolsó útjaikon elkísérik. A másik, amit vállalni kell, illetve amit gondot jelent, a nagy igény, illetve a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások kérdése. Ez főleg Olaszországban jelentett problémát, amikor az orvosoknak dönteniük kellett élet és halál sorsáról, hogy kiket tesznek lélegeztetőgépre, és kiknek nem jut lélegeztetőgép. Hogyan tudják óvni saját magukat? Hát kétszeresen is óvni kell, mert testet, lelket óvni kell. Hogy a testóvása, az a szabályok szigorú betartása, tehát akik ott dolgoznak a frontvonalban, azok megkapjanak minden védőfelszerelést, a szabályszerűen használják, és ahol sok hiba szokott történni, amikor befejeződött a kezelés, és úgymond le lehet ereszteni, akkor is meg lehet fertőződni, amikor a fertőzőt a védőeszközt az orvos leveszi magáról. Tehát az utolsó pillanatig figyelni kell, és a szabályokat betartani. A lelki megerősítéssel szintén nem szabad megfeledkezni, mert rettenetesen nehezen lehet megélni azt, amikor az ember előtt egymás után halnak meg betegek, és nem tud segíteni. Erről is olaszországi példákat lehet említeni, amikor ottani orvosok megírták a tapasztalataikat, hogy milyen szörnyű élmény volt ezeket átélni. Keletkeztek-e új módszerek a rendeléssel, a betegekkel való kapcsolattartásban? Átmeneti időszakot élünk most, ugye először is különbséget kell tenni Budapest-Pest megye, illetve ország többi része között, mert ugye ebben az első két helyen még szigorúbbak az intézkedések. Dominálóan egyelőre a telefonos konzultáció zajlik szakrendeléseken is, ami azt jelenti, hogy Skype-on, telefonon, e-mailen keresztül tartjuk a kapcsolatot a betegekkel, látjuk el tanácsokkal, illetve a felhőben recepteket írunk fel. Egyelőre ez dominál, és akkor sürgős esetek számára van fenntartva a személyes kontaktus, amit egyelőre a lehető legminimálisabbra kell még korlátozni. Kedves doktor úr, tud-e biztatót mondani, milyen lesz a nyarunk? Nem vagyok jós, úgyhogy egyelőre annyit kell mondani, hogy a magyar járványgörbe kedvezően alakult, egyelőre a nagy rohamot, az exponenciális növekedést sikerült megelőzni. Ennek ára az, hogy a védekezés hosszabb ideig fog tartani, és nagyon kell tartani, vigyázni attól, nehogy egy második járvány, aminek igen nagy a valószínűsége, hogy egy második kiszeresésbe fog következni, hogy az minél laposabb legyen, és minél felkészültebben érje az egészségügyet.